Kedves jó testvéreim! A napokban, amikor picit próbáltam készülni erre a mai estére, éjszakára, egyre inkább ez a kifejezés minden gondolatomat betöltötte, megszülte elsőszülött fiát. Igazából azt hiszem, hogy egy édesanyának kellene itt állnia. Egy édesanya vagy egy nagymama tudna igazán beszélni arról, mit is jelent világra hozni egy új életet. A szülés, születés talán minden emberi szón túlmutató titok, misztérium. Picit azonban szerencsés helyzetben is vagyok, hiszen az én édesanyám 35 éven keresztül egészen nyugdíjazásáig szülésznő volt. Ezt a hivatást választotta. Úgyhogy meg is kérdeztem tőle, felhívtam telefonon, hogy egy picit próbáljon visszaemlékezni régi időkre, hogy így nagyjából évente hány gyermeket segített világra, mint szülőnő, szülő. És azt mondja, hogy nehéz persze ezt megmondani, de körülbelül 40-50 gyermek biztosan volt évente. Egyre azonban mindennél jobban emlékszik, mégpedig az egyik éjszakai ügyelete alatt a legtöbb gyermek, aki világra született, 11 gyermek volt. Nem tudom, vajon 2000 éve ott Mária és József mellett volt-e segítség? Volt-e egy bábaasszony, bárki onnan a faluból, Betlehemből, vagy pedig egymást segítették. Áldott minden édesanya, és áldott mindenki, aki bármi módon, akár imádsággal, akár odagondolással próbál segíteni, ott lenni, segítő készségét felajánlani egy-egy szülésnél. Ha azonban egy picit figyelmesen olvassuk ezt a mai szakaszt, amit felolvastam itt Lukács evangélistától, akkor nem csak azt látjuk benne, hogy egy barlang istálóban megszületik egy kisfiú, hanem mintha felfedeznénk benne egy ellentétet is. Egyrészt a népszámlálás, másrészt pedig ez a csendes, ez a szinte titokban történő születés. Gondoljunk bele, 2000 éve a Római Birodalomban micsoda apparátust kellett megmozgatni ahhoz, hogy az egész birodalmat személytől személyig megszámolják. Micsoda szervezés, micsoda parancsok és rendeletek kellettek, és természetesen mindezeknek a végrehajtása, mai szóval talán úgy is mondhatnám, hogy micsoda felhajtás volt arra, hogy ezt valóban meg tudják tenni. Picit, hogyha belegondolunk, azt hiszem, hogy mindannyian rájöhetünk, hogy igazán egy népszámlálásnak a valódi célja mégsem ez volt, hanem a császár részéről az, hogy minél több embertől be tudja szedni a megfelelő adókat. Vagyis egy népszámlálás mindig a hatalomnak is a demonstrációja volt, valamiképpen az erő és az érdekek horizontja. A császár, hogyha egy új provinciába bevonult, akkor természetesen meg kellett adni neki a megfelelő fényességet, dicsőséget, és ezzel a bevonulással úgymond hivatalosan is elfoglalta ezt az új provinciát. Ezzel szemben mit látunk a betlehemi barlang esetében? Az Úr király, a Messiás, a megváltó nem bevonul, hanem bele születik ebbe a világba. Beleszületik, ami annyit jelent, teljes egészében mindenestül fölvállalja. Ő egészen hasonlóvá lett hozzánk, a bűnt kivéve. Vállalt mindent, ami a szüléssel, születéssel együtt jár.
mert a születés nem csak az új, és nem csak az öröm hordozója, hanem jól tudjuk, nyilván leginkább az édesanyák és nagymamák, hogy bizony vele jár a bizonytalanság is, vajon mi lesz, vajon hogy lesz, vele jár a félelem is, de természetesen a fájdalom is. Jézus születésével, mintha a Jóisten azt akarta volna üzenni az egész emberiségnek, hogy átlépem azt az óriási távolságot, ami a római birodalom és az Isten között van. Átlépem azt a távolságot, ami évszázadok alatt az emberiség és az Isten között húzódott. És Krisztus által, aki megszületett, Mária által, aki vállalta a szülés fájdalmait is, ez a híd megépült a mai éjszakán. De egy picit vegyük sorra, vajon mit is jelent ez a szülés, születés? Elsősorban jelenti az Isten lehajlását, jelenti azt a legmélyebb alázatot, amit ő fölvállal ezen a mai estén. A hatalom helyett, amit a római birodalom császára demonstrál, jelenti a szolgálatot, hiszen egy szülő ágy körül, vagy akkor és ott a barlangban minden segítő kézre szükség volt. A különböző érdekek helyett jelenti az önzetlen segítőkészséget, az erő helyett jelenti a gyengétséget. Lehet, hogy a római birodalomban voltak mindenféle rendeletek és parancsok egy-egy ilyen népszámlálás alkalmával, de az Úristen úgy döntött, hogy ő nem mindenféle erőteljes parancsok által, hanem egy szelíd asszony és a szelíd férje által szeretne belépni ebbe a világba. Ez a szelídségnek az ereje. A római birodalom pénz ereje helyett Jézus a szegénységet választotta, az egyszerűséget választotta. A nyilvánosság helyett valami hihetetlen módon választotta az elrejtőzést, a rejtettséget, az egyszerűséget. Amikor a jászolra tekintünk, mindig gondoljunk erre. Aki elrejtőzik, ugyanúgy elrejtőzik majd a kereszt alatt is az Istenségében, de mégis megnyilvánul az ő erejében, ami, jól tudjuk, az erőtlenségben válik igazán teljessé. Ha ezeket egy picit végigvesszük, a lehajlást, a szolgálatot, az önzetlenséget, a gyengétséget, a szelídséget, a szegénységet, egyszerűséget, a rejtettséget, ez mind-mind valami új logikát eredményez számunkra. Ez pedig az Isten logikája, ez a barlang logikája, ami szöges ellentétben áll a népszámlálásnak, a nyilvánosságnak, a hatalomnak, a birodalomnak, az erőnek a logikájával. Jézus az ő 33 földi életében ez alapján, a logika alapján élt, tanított és működött. És én azt hiszem, a mai este megpróbál minket erre az útra visszaterelni. Más szóval azt mondhatom, térjünk vissza Jézushoz. A bástorokkal együtt merjünk elindulni hozzá, még akkor is, ha éjszaka van, még akkor is, ha vadállatok leselkednek az éjszakai utakon, de merjünk elindulni, és Jézus, mintha egy picit hívna is minket, mintha provokálna, úgymond, hogy az életemet valóban tudjam megváltoztatni. Hogy valóban az én életem a mai estétől legalább egy picit tudjon újjászületni. De talán megkérdezhetjük, hogy hogyan. Hogyan történhet ez az újjászületés? Az egyik ismerősöm nagyon egyszerűen fogalmazta meg a választ mindenre. Azt mondja, jobbá szeretni a világot,
kezd az első szembejövővel. Egy kis segítséget is hadd adjak mindehez, mégpedig egy egyszerű vers formájában. A címe is nagyon egyszerű, add tovább. Buzdít bennünket, hogy kezdjük el. Kezdjük el már ma éjszaka. Kezdjük el a visszatérést Jézushoz, és kezdjük el az életünket ez alapján, az új logika alapján beépíteni. Így szól a vers. A szeretet, az élet csodája, nem tarthatod meg, add tovább. Tegyél egy apró, kedves gesztust, amitől szépül a világ. Álmodj csodáról, szebb jövőről, ne tartsd magadban, add tovább. Segítsd a ma még csüggedőket, teremts holnapot, szebb hazát. Szívedből más szívekre szálljon, dobbanjon együtt, add tovább. Gyertyád gyújtson meg ezer gyertyát, boruljon fénybe a világ. Legyen vége a háborúknak, az ember másért született. Emeljük fel a nyomorgókat, ebben segít a szeretet. Ne gazdagságra fájjon lelked, mert élvezni azt nem fogod. De akik szeretetben élnek, azok igazán boldogok. Adj hát az adás öröméért, szívedből szívnek adj tovább. Ha képes vagy, taníts meg mást is. Indíts szeretetiskolát. Tudod, ha mind megbocsájtunk, s elengedünk sérelmeket, s egymásra tudunk jól figyelni, felszabadul a képzelet. A szeretet az lelkeket gyógyít, gyógyíts te is, hát add tovább. Épp lélektől a test is gyógyul, minden gondunk megoldanánk. A szeretet az élet csodája, nem tarthatod meg, add tovább. Tegyél egy apró, kedves gesztust, amitől szebb lesz a világ.